Kolozsi Komjáti Eszter a vendégem, a Hungaro Control meteorológusa. Szia! Szia, üdvözlöm a kedves nézőket is! Ugye te repülés meteorológiával foglalkozol, mi is az a repülés meteorológia? De ez egy alkalmazott meteorológiai tudományág, a közlekedés meteorológiának a része. Hú, ez egy szép megfogalmazás volt, de azért ilyen hétköznapi módon mit is jelent pontosan? Hétköznapi módon annyit jelent, hogy a repülők a levegőben repülnek, és hát első számú veszélyforrás az, hogyha a levegőben bármilyen olyan változás történik, amire számítani kell a pilótának, ezért nagyon fontos, hogy tudja, hogy mi várható. Mi a legveszélyesebb? Hát nagyon sok veszélyes dolog van, és a repülés különböző szakaszaiban különböző veszélyes dolgok vannak, például a felszállásnál a turbulencia, aztán a repülés közben is felléphet turbulencia nagyobb magasságokban, a zivatarok, amiket ki kell kerülni a repülőgépeknek, leszálláskor pedig az oldalszél, illetve a hátszél, szóval rengeteg olyan tényező van, amire figyelnünk kell és előre kell jeleznünk, illetve leszálláskor még az alacsony látástávolság is lehet befolyásoló. Hát ugye nagyon sokszor szokott ez lenni, hogyha köd van, akkor például nem engedik felszállni vagy leszállni. Ez is bizonyos mértékű ködnél van, nem? Igen, ez úgy szokott történni, hogy a repülőtér az mindig nyitva van. Tehát a lehetőség megvan, hogy leszálljon a repülőgép, ehhez függ attól, hogy a repülőgép az adott esetben tudja ezt a leszállítási műveletet, illetve a pilóta képes-e rá, hogy leszálljon mondjuk egy 100 méteres ködben, úgyhogy elő szokott fordulni, hogy minket repülés meteorológusat kérdezgetnek, hogy mikor fog már megjavulni a látástávolság, mikor lesz egy bizonyos küszöb fölött, és addig a gép az holdingol, tehát köröz a levegőben, és utána száll le, amikor már biztonságos. Miben másabb ez, mint a rendes, úgymond rendes meteorológia? Hát rendes általános időjárás előrejelzéstől rengeteg módon eltér a mi általunk készített időjárás előrejelzést. Egyrészt nem az egész ország területére fókuszálunk, hanem csak a repülőtér területére. Másrészt nem készítünk mondjuk 3-4 napra előrejelzést, hanem csak 24 órára. Ez általában sokkal pontosabb is, nem? Igen, pontosabb bizonyos paraméterekben. De bizonyos paraméterekben meg nem. Például a pilótát nem fogja érdekelni, hogy most 18 fokban fog leszállni, vagy 22 fokban. Adott esetben az ember, ha elmegy kirándulni, ez egy fontos tényező. Őt az fogja érdekelni, hogy milyen lesz a látástávolság, milyen irányú szél fog fújni, és milyen erős szél. És azért is könnyebb nekünk ezt ilyen pontosan megmondani, mert a repülőtéren rengeteg műszer van, és ezek is segítik a munkánkat, és ezért az ilyen rövid időtávokra, 24 órára, illetve 6 órára, illetve a legrövidebb az egy 2 órás előrejelzés, amit csinálunk, egész pontosan tudunk információkat adni. Hát igen, ez nagyon fontos, hiszen meg annyi életemberen múlik ezen. Igen, igen. Hát akkor további jó munkát kívánunk nektek, és hát sikerekben gazdag 2015-ös éve. Nagyon köszönjük!